Egy művészben eleve kell legyen valami önveszélyes, alternatívák nincsenek. Alig van esély bármiféle tapasztalat túlélésére, akármelyik pillanat az utolsó lehet. A művész érzékeny a formára, a sorsra. Megkezdi a kiképzést. A feladata addig az volt, hogy tovább segítse vagy újrakezdje a világot. Most már komolyabb dolga van. Meg kell állítania és be kell fejeznie. Övé az utolsó pillanat. A tökéletes szerelem kérdését a véletlen oldja meg. A sors szeszélyétől függ, hogy azok közül a nők közül, akiket szeretni tudnánk, s akik bennünket szeretni tudnának, kikkel találkozunk, kikkel kerülünk össze, s a körülmények kedveznek-e, hogy létrejöjjön az a boldog harmónia, amelyben ez a probléma, mint valami nagyszerű befejező akkordban, megoldódik. A rossz ember, az erős ember senkire sem haragszik, mert vastag páncél védi a szívét. És akinek leginkább ártani akar, arra sem haragszik, mivel a harag drága erőpazarlás. Ezért tartózkodjunk a haragvástól, és ha megdobnak kővel, dobjuk vissza a követ mosolyogva és orcánk elváltozása nélkül, de hétszeres erővel, ha tudjuk. Ha pedig nem tudjuk, bele kell nyugodnunk abba, hogy izmaink még gyakorlásra szorulnak. Azt hiszem, sohasem fogok megnőni. Az idő olyan lassan múlik. Minden nap egyforma, és egyforma már a természete szerint is minden körülmények között. Nincsen kedvem semmilyen foglalkozáshoz. Szeretnék tengerre szállani és hajós lenni, vagy még inkább a felhők országába szeretnék menni és ottan lakni. Szeretnék bolyongani a nagy felhőmezőkön, ahol olyan csendes, aranyos és gyönyörű lehet minden. Persze ez nem valósulhat meg, és talán éppen ezért annyira szép. De hát az élet fele álom, és így nincs ok a zúgolódásra. Elvégre nem lehet mindig jó. Az élet, az ébrenlét tele van félelemmel, unalommal, sok rossz emberrel, és sok olyan emberrel, akik jók, kedvesek, de akikhez tulajdonképpen semmi közünk. Az álom kárpótol mindenért. A lét eszenciája ilyen formán olyan drága portéka, amelyből egész nemzedékek évszázadok alatt kapnak egy órát. Aki ebbe belenyugszik, az belenyugodott abba, hogy meghalljon, mielőtt megszületett. Aki azonban valójában emberré tudott lenni és számot vetett magával, mint méltóságához illik, az raboljon magának minden nap 14 órát. Ez a 14 óra egyenlő 400 generációnak 8000 éves életével, de számítsunk csak 5000-et. Egy nap alatt tehát 5000 esztendőt élek, egy esztendő alatt ez körülbelül 2 millió évet jelent, föltéve, hogy az ópium szívást, mint kifejlett erős férfi kezded és nagy gondot fordítasz testi épséget föntartására, amelyet legjobb ügyes orvosra bízni, 10 esztendeig elélhetsz. És akkor 20 millió éves korodban nyugodtan hajthatod fejedet az örök megsemmisülés jeges párnájára. Aki ezen az áron nem mer és nem akar az öröklétből 20 millió évet, az éljen 100 esztendeig, és sokasodjék meg az ő utódaiban.